Javában tart a földeken a burgonya betakarítása. Az általunk megkeresett termelőnél 51 fajta javarészt étkezési krumpliterem, melynek 80%-át már felszedték. Az idei termés mennyiségéről, minőségéről kérdeztük. A terméssel, mennyiséggel nincsen baj, a minőséget egy kicsit rontja, hogy mivel nagyon-nagyon sok volt a csapadék, tehát most a keleténél több növényvédelmet kellett fordítani a burgonya fitoftóra ellen, ami most a sok víz miatt a gumókon látszik is egy kicsit, szóval hamarabb romlanak, mint az elmúlt évekhez képest. Az ár az viszont nagyon-nagyon gyenge, szinte semmi kereslet nincsen a burgonya felől. A több éves tapasztalatból tudom mondani, mivel 39 éve, hogy burgonyázok. Ennek oka, hogy tavasszal sokan ültettek krumplit, miután a tavaly és tavaly előtti ár nagyon jó volt. Ezen sokan felbuzdultak, így jelenleg sok burgonya van a piacon. Ráadásul külföldről is sok jön be, amit tovább rontja a hazai gazdák versenyképességét, ezzel együtt pedig az árakat is lejjebb szorítja. Most ilyen 60, 70, 50, 40 forintért. Csak az a gond, hogy a szupermarketekben meg a hálózatnak a többszöröse van. Tehát megint a gazdákon csapódnak le az ára, amit a nyugdíjas vagy a szegénye pénzek, hogyha bemennek az üzletláncokba, ott a búsással meg kell fizetni a burgonyárat. Az elmúlt évekhez képest minden zöldség, gyümölcs a többszörösére ment, kivéve a burgonya, aminek a burgonyak az ára talán az egyedül, ami lefelé ment, lefelé csúszott sajnos. És ez várhatóan nem is változik a következő hónapokban, már csak a kereslet megcsappanása miatt sem. Sokan egyébként még tavasszal betárasztak krumpliból, akkor több termelőnél pár nap alatt kiürültek a raktárak. Az idei burgonya egyébként a lehullott sok csapadéknak köszönhetően nem szorult öntözésre, ugyanakkor kicsit nehezebben is áll el. Az eső a betakarítást is hátráltatja, addig ugyanis nem lehet folytatni a munkát, amíg nem szárad meg a föld. Idehaza amúgy éves szinten mintegy 50 kg a fejenkénti fogyasztás.